Lenne mit tanulni második Rákóczi Ferenctől, állítják a csókaiak. Ezért 2014-ben tölgyfaszobrot emeltek a nagyfejedelem és az őtövező kultusz tiszteletére. Úgy gondolom, hogy minden magyarnak úgy kellene élni és viselkednie, akkor úgy gondolom, hogy szebb világot tudnánk megélni. Annak ellenére, hogy a Rákóczi szabadságharc nem érte el a célját, sikerült megakadályoznia az ország beolvadását a Habsburg birodalomba. Rákóczi kitartása abban is megnyilvánult, hogy a közkegyelmet megtagadva, vállalva a bujdosást, nem adta fel a magyar függetlenséget. A szabadságharc az egyik legfontosabb mozzanata annak az életnek, amelyet az ő sorsa jelképez. Onnan indult, hogy létét, sorsát meghatározta, hogy ez az egyetlen út, amelyet meg kell tennie hazájáért, a nemzetéért, és ezt példamutatóan hajtotta végre, vállalta a bujdosást és Rodostóban a halált. A koszorúzást ünnepi műsor kísérte, valamint megnyitották a nagyfejedelem korát bemutató kiállítást. Csizmadia Molli végzős képzőművészet szakos diák pedig Rákóczit ábrázoló kollázsát ajándékozta az egyesületnek.